Hát a pályák azok nagyon tetszettek, főleg a balatoni. Ugye a balatoni annak a második fele, a célfelüli része, az nagyon csúszott. Én ezt kimondottan szeretem, ugye szeretek kicsit csúszkálósan menni. Sokat is szoktam ugye hóautózni, úgyhogy ez nagyon tetszett, ott tudtunk a leggyorsabban menni egész nap. Hát ugye próbáltuk lefaragni a hátrányt, amit ugye összeszedtünk tegnap esti gyorsok miatt. Hát szerencsére sikerült, ugye 3,3 hátrányra érkeztünk Rongóék mögött a utolsó gyorsan. És próbáltuk, gondoltuk, lesz ami lesz alapon, lejövünk, lejöttem úgy, ahogy tudtam, navigátorom is összebeszéltünk, hogy mindent beleadunk, apait, anyait, és meglátjuk, hogy mi lesz. Hát ez össze is jött, szerencsére jól átjöttünk rajta, úgyhogy meg lett 4/10, meg lett az első hely. Nagyon örülünk neki, elértük a célunkat, amit szerettünk volna. Gratulálunk a többieknek is, mert nagyon, nagyon komoly csata volt. Én talán nem is tudom, hogy mentem ennyire komolyan valaha, mint amennyire tegnap és ma. Az OVC az nagyon gyors lett, és szerintem egyre gyorsabb lett. Matis Micsék nagyon gyorsak lesznek még, ugye ő még tanulja is az autót, nem ment vele, biztos, hogy nagyon gyorsak lesznek. Hát majd próbáljuk felvenni velük majd a ritmust. Sajnálom, hogy ők kiestek, ugye, mert elromlott a motorjuk, de hát meglátjuk. Hát biztos gyorsulni fognak, majd megpróbálunk mi is, mert ugye ezt másképp nem lehet. Évről évre gyorsulni kell, hogyha akarod tartani az előző évi eredményedet. Hát trükk az még lenne, ugye, sok minden, ugye nincsen még rendes futóművem. Motoron is lehetne fejleszteni, úgyhogy már elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy kéne kicsit fejleszteni, mert így le leszünk maradva, nem tudjuk felvenni a versenyt, úgyhogy még agyalunk a következő versenyig, hogy hogy tudnánk gyorsulni. Lehet, hogy egy kicsit erősebb motor kerül az autóba. Meglátjuk, hogy tudom összehozni. Hát igen, először is megnézem a belsőimet, mert én úgy érzem, hogy jobbak lesznek, mint az eddigiek, mert én jobban átmentem, mint ahogy eddig szoktam, mint a megszokott. Ugye gyorsabban mentünk, mint ahogy megszoktuk. Úgyhogy nagyon várom, hogy milyen, különösen az utolsót, hogy milyen lesz annak a belső felvétele, mert ugye lehet elemezni, hogy ugye úgy érzem, hogy nem tudtam volna egy 11-esre gyorsabbat lenni, de azért otthon kiderül a belsőkből, hogy még én is tudtam volna ezzel az autóval gyorsabban menni, úgyhogy meglátjuk, szeretnék elemezni most mindenféleképpen, majd kicsit pihenni, hétfőn pihenni fogok, és elemezni a belső felvételeimet, még így frissen, frissére vagyunk.